Szeretettel köszöntöm a Szövetkezet TV nézőit, és külön szeretettel köszöntöm a Független Média Szövetkezet leendő alapító tagjait. Jogász csapatunk a héten befejezte a Szövetkezet alapszabályának a kidolgozását, munkáját, és elkészült velem. Ezt a következő napokban, postai küldeményben megküldjük mindazoknak, akik az elmúlt hetekben jelentkeztek a Szövetkezet alapító vagy támogató tagjai közé akiknek pontos címével is rendelkezünk, aki esetleg még eddig nem küldte el a jelentkezését, az most a hétvégén még megteheti a szövetkezett kukacproa.hu e-mail címre, hogy a hétfői postai küldemények között az ő példánya is ott legyen. Eldőlt a szövetkezett alapító közgyűlésének az időpontja is, ami június 5-én lesz itt Budapesten. Az alakuló közgyűlésen természetesen megvitatjuk majd az alapszabály minden pontját, akkor fogjuk megválasztani az igazgatóságot, az igazgatóság elnökét, a felügyelőbizottságot, és mindenféle funkciót ott el fogunk dönteni. Ez alatt az idő alatt, míg a jogászok dolgoztak, a csapatunk másik része azzal foglalkozott, hogy elkészítse azt a médiafelületet, amelyikről majd a független média szövetkezett tv a szövetkezett TV működni fog. Nos, a, az, ennek a hétnek az elején már megkezdtük a kísérleti. Eh, adásunkat, mert hogy a szerverünk most már olyan körülmények köré, közé került, ahonnét nagy létszámú látogatót tud fogadni. Az eredmény számunkra nagyon meglepő volt, mert hogy ez alatt a pár nap alatt már közel ezer kattintás volt a weblapon 72 országból, és 2400 településről. Túl azon, hogy meglepő, rendkívül sok mindent jelez is, mert úgy látszik, igen nagy az igény arra, hogy legyen egy független média, és erre nem csak Magyarországról nagy az igény. A héten szerveztük már azt is, hogy társ médiákkal is felvegyük a kapcsolatot, hiszen majd folyamatos műsorcserébe leszünk, németekkel, spanyolokkal, japánokkal, és még további kapcsolatokat építünk a Felvidéki barátainkkal, Erdélyi székely barátainkkal, és valószínűleg rövidesen összejön a lengyel kapcsolat is. A dolog itt nem fog véget érni, mert keresjük minél több országban azokat a civileket, akikkel meg tudjuk osztani a saját filmjeinket, a saját tudásunkat, és tőlük is várjuk majd a riportokat, az információkat. Azok közül, akik a Weblapunkat felkeresték a héten, sokan regisztráltak is. Ez nagyon szimpatikus, és nagyon köszönjük a bizalmat. Azonban nekik el kell, hogy mondjam, hogy a weblap pillanatilag még tesztüzemmódban működik, és minden videó, amit felrakunk, minden film, amit felrakunk, minden tartalom teljesen nyilvános. Valójában a regisztrációs módnak akkor lesz értelme, amikor a szövetkezet megalakul, tehát június hónapban valamikor. Erről természetesen majd tájékoztatni fogunk, és akkor válnak majd élővé ezek a funkciók. Addig igyekszünk, hogy minden olyan munkát elvégezzünk még a weblapon, amik hiánynak, hiányosságnak tűnnek. A weblap ugyan tesztüzemmódban működik, de azért már ehhez a tesztüzemmódhoz is jó pár barátunk, kollégánk elkötelezett munkája tartozik. Az elmúlt héten, hetekben jó pár látogatónk, nézőnk támogatást is küldött a Pro alapítvány számára. Ez nagyon jó esett nekünk, hiszen a felmerült felmerülő költségeket pillanatilag a ProA alapítvány kasszájából tudjuk finanszírozni, és itt üzenem mindazoknak, akik az alapítványunkat támogatták, hogy a szövetkezett megalakulását követően természetesen nekik tiszteletbeli tagságot fog biztosítani a szövetkezett televízió, tehát a számukra a prémium kategória minimum adott lesz. Nézőink, támogatóink, Tagjaink segítségét kérjük még továbbra is a szövetkezett TV stábjának a székhelyének a felkutatásához. Elvé székhelyünk már van, amivel be tudjuk jelenteni, be tudjuk jegyezni a szövetkezetet, azonban a, a, ezen a székhelyen nem fogja tudni megkezdeni a, a stáb a napi munkáját. Tehát, ha valaki ismerési körében vagy látókörében tud olyan ingatlanról, ahol négy-öt irodahelyiség ki van alakítva, hozzátartozó szociális blokk természetesen, és ami a legfontosabb, hogy legyen egy kis kávéfőző konyha is, mert hogy kávé nélkül nagyon nehéz filmeket készíteni. Ha ilyet valaki tud, akkor az kérem írjon a szövetkezetkukacproa.hu e-mail címre. Kaptunk egy fantasztikus felajánlást egy, egy stúdió teremre, mert hogy ez, ez igazából nem is egy kis stúdió, hanem egy hatalmas terem, ahol akár filmeket forgathatnánk, azonban ezen a, a termen komoly felújítási munkákat kell elvégezni. Ezért kérem támogatóink, nézőink közül, ha van olyan építőipari vállalkozó, aki ebben a ennek a munkának az elvégzésében tudna segíteni, az jelentkezzen, hívjon bennünket. És végül közeledik június 4-e. Június 4-e a 101. évfordulója a Trianoni gyalázatnak. Elkészült filmünket a 100 évvel Trianon után szeretnénk június 4-én levetíteni valahol az országban, megfelelő körülmények között. Kérem, hogy ha valaki ebben tud nekünk segíteni, ennek a megszervezésében az jelentkezzen. Tehát július 4-én, száz évvel után filmvetítés, és ezen a vetítésen találkoznánk is személyesen, és 5-én megalakítjuk a független média szövetkezetet. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!